Győri Zita, a Györfi István Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulója, a harmadcsepp elnevezésű országos tanulmányi versenyen ért el szép eredményeket. A verseny részleteiről és a felkészüléséről Szabó Edit, az iskola pedagógusa számolt be televíziónknak. A harmadcsepp tanulmányi verseny egy országos verseny, a katolikus iskolák között zajlik, alsó tagozatos, másodiktól negyedik évfolyamos tanulók számára írták ki ezt a versenyt. Hat éve, vagy most hatodikosok azok a tanulók, akikkel 4 éve elkezdtem ezt a versenyt, miután katolikus iskola lettünk, és én magam is, meg a tanulóim is szeretik a kihívásokat, az új dolgokat, és ez inspirált arra, hogy vegyünk részt, próbáljuk ki ezt a versenyt. Már az első alkalommal nagyon sikeresen szerepeltek a tanítványaim, magyar nyelvtan tantárgyból próbáltuk ki először magunkat. Mind a 3 tanuló bejutott az országos döntőbe, amit Budapesten rendeznek meg, és nagyon színvonalas versenyen vehettünk részt. Minden tanuló nagyon kiválóan teljesített, az egyik tanuló, Darabos Lehel első helyen végzett, és nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, hogy első nekifutásra ilyen szépen szerepeltek, vagyis láttuk, hogy tanítványaink egy országos versenyben is megállják a helyüket. Ezt követően a többi tanítónéni is nagy lendülettel és nagy kedvel folytatta ezt a versenyeztetést, hogy azóta minden évben jelentkeznek tanulóink erre a versenyre, több tantárgyból, igen népes csapat jelentkezett most is, és minden tanében országos versenyre is a döntőbe bejutottak tanítványaink. Ebben a tanévben az első fordulón vagyunk túl. Magyar nyelv, magyar irodalom, matematika és hittan tantárgyból jelentkeztek tanulóink. 36 tanuló 47 feladatlapját küldtük be most a versenyszervezőinek. Nagyon büszkék vagyunk ezekre a gyermekekre, akik ilyen bátran nekivágtak ennek az új kihívásnak. A novemberben és januárban kapnak még a tanulók egy-egy feladatlapot. Ezután a 3 forduló eredményeit összesítve jelölik ki azokat a tanulókat, akik a középdöntőbe bekerülnek. Azok a tanulók kerülhetnek a középdöntőbe, akik legalább 80% fölött teljesítették, oldották meg az első 3 forduló feladatait. És itt jön a legizgalmasabb rész, amikor már egy teljesen zárt közegben kell a középdöntő feladatlapjait megírni a gyerekeknek, rögtön postára adjuk, és a legjobban teljesítők izgulhatnak még 2-3 hetet, és az országos döntőbe azok jutnak be, akik az első 4 feladatlap eredményeit összesítve a legjobb eredményt érik el, hát 10 tanulót hívnak be minden évfolyamon, minden tantárgyból. Most itt tartunk, és hát nyilván ez elég sok munka, míg idáig eljutunk, de én büszkén mondhatom, és én magam is így teszek, hogy első osztálytól kezdve tudatosan készülünk a versenyeztetésre, és már az elején körülbelül látjuk, hogy melyik tanulók milyen érdeklődésűek. Délelőtt tanítási órákon a differenciált tanítást alkalmazzuk, illetve délután is kapnak időkitöltő szorgalmi feladatokat a gyerekek, és természetesen tehetséggondozó foglalkozás az, ahol egyénenként egy kicsit tudjuk a képességeiket fejleszteni, illetve gazdagítani a tudásukat. És az otthoni munka sem maradhat el, hiszen ez otthoni gyakorlást is, felkészülést igényel, főleg azoktól, akik már bejutnak az országos döntőbe. A szülők nagy odaállással és nagyon szívesen segítik a tanulók munkáját, támogatják a tanítónénik felkészítését, köszönet nekik érte. Bízom benne, hogy ebben a tanévben is lesznek ilyen sikeresen teljesítő tanulóink, akikkel eljutunk az országos döntőbe. A Györfi István Katolikus Általános Iskola 4. osztályos tehetséges tanulóját arra kérem, hogy mutatkozzon be nekünk, és mondjon néhány dolgot arról a versenyről, amelyben részt vett. Győri Zita vagyok, és
harmad csepp egy országos tanulmányi verseny. Én két tantárgyból jelentkeztem második osztályban, abból az országos döntőbe Budapesten nyelvtanból jutottam be, és negyedik helyezést értem el, aminek nagyon örültünk. Viszont ehhez sok felkészülés, sok gyakorlás is kellett. Otthon és az iskolában is nagyon sokat gyakoroltunk. Napi szinten oldottam meg feladatokat, amikor országos döntőben elértem a negyedik helyezést, mindenki nagyon örült a családban, és én is nagyon boldog és büszke voltam magamra. Miért szeretsz ezekre a versenyekre járni? Szeretem a tudásomat fejleszteni, és újabb és újabb feladatokat, idegen feladatokat megoldani. Úgy, hogy egy versenyszerű helyzetben vagyok.